szólítani a Szabad Egyetem Afteren. Ma holnap mindig jut kaja. Ez itt a nádas, vagyis a chill zone. De most, hogy beültél, most én kivilágosodtam egy kicsit. Király, megvilágosítottalak. Jaj, kösz. Amúgy pont így ültünk, hogy itt látszódjon a Dorikának a festményei. Dorika, én is lefoglaltam azt, ami ott van, amit küldtem neked Snapchaten. Elkezd szállítani. Mindjárt faszol össze. Volt tegnap, hogy bejött, hogy nyissam ki a boltot neki, hogy vegyen egy vizet. És aztán bejött vizet venni, de közben egy tuborgal ment ki. Na, megkívántam, hogy megláttam. Olyan pakó volt a frizsidőr, aztán. Van ez így. De hát nem lett olyan csúnya végig az estének, ugye bármint a múltkori vlogban. Mivel Szabad még egyetemesben. Este, 3:11-kor még akkor toltuk nagyban a munkát, ő is, és én is. A kemény mag, a mag, még most is dolgozik. Normális dolog. Ugye? Ha. Ja, mi toljuk. Ilyen nappal. Aha. Ja, és... Nagyobb megnézni. Várjál, körülmutatom Dorikának a festményeit. Van nekem is egy 10-18-as amúgy egyébként. Nem tudom, megint azt hiszem... 10-18-as a legmenőbb obi. Aha, bár szerintem az nem mond az embereknek semmit már. Itt mindenki, aki nézi a vlogot, az képen van, hogy mi az a 10-18-as obi meg... Átettem azért, mert a nappal az ott, hogy a Gézai nagyobbnak tűnjön. Nos, nagyon-nagyon ő néz ki már. Ja. Simán, hát lőnék róla egy képet csak. Na, lőj egy képet. Most épp kicserélt az obit. Tudom, most elmegy. 75-300-as van rajta, szóval most meglövi a képet, de valóban egész 5-6-7 méterről? Ez túl kevés. Ja. De ez még itt túl alacsony. Így látszódjuk én is. Azt akarom. De lehet, hogy akkor amarról kéne lőni, nem? A hegyről. Te is látszod. De ki vagy égve? Ki van égve a háttér? Baszkodott itt az rekesztel meg az áridővel. Ki vagy, de te nem vagy kiégve, érdekes, úgy beállítottad, hogy te nem vagy kiégve, de a háttér az mindenki van fehér előve. Jól fotózik a gyerek amúgy. Ha megnézed az Instagram sztoriát, mindig csak az van, hogy végiglapozod, olyan, mint Dan Bilzerian, hogy csak csajokkal van fotózkodva. Szóval így mindig írja a neveket oda, és akkor csak úgy felmész abból az internet, hogy nézed meg, hogy kivel lóva. Nagyjár, kis árpi, kis árpád. Mindig keverem, kis Ádámmal a nevedet. Itt vagyunk a Chill Zone-ban, mutatok pár képet. Itt Dorikának a festménye. És ezt foglaltam be, ez nagyon jól menne oda az irodámba. Hoztam még egy, az is elég jól néz ki. Jó, és itt is van egy. Ez itt a Chill Zone. Itt is van egy. Ja, és az itt én vagyok igazából, csak mikor rövidebb hajam volt. Szóval amíg Árpád elment, hogy hozzon magának egy napszemeget, hogy ne az legyen, hogy a kijelzőt nézi oldalon, mert ha napszemekben vagy, akkor nem látszik, hogy a kijelzőt bámulom annyira. Változtatgatjuk. Szóval változgatjuk a szöget, hogy... Mert ő fáradtak vagyunk, mikor... nem? Nem vagyunk fáradtak. Mert ő mindig, mikor kajál, akkor nézi a vlogokat. Aha, és így érdekesebb, hogy... És akkor érdekesebb, hogyha... Minden falat az másik háttér. Nem tudom már, hogy fogok enni, de hogy... Ja, és akkor most itt a Szabad Egyetem Afteren jelenleg az a pálya, hogy most éppen csapatjátékok vannak. Ő fotóz, én meg mondom, elkezdek valami vlogot. És itt egyik csapat. Kell, mindig felújul ez a kibaszott királyság, ezért kell ide eljönni. Ezért. És aki nem jön, jó van, az lehet, hogy nem izzad le, mint én, de és nem is fogod szórakozni. És mutasd meg a poharadat, hogy milyen menő poharról iszik. Fiat. Így van, Kárdai. És odaadta neki, ezt magamnak tettem félre, mert ez a legszebb, egyik legszebb ilyen köcsög, amit itt találhatod, de másikat kapott, mondom, odaadom neki ezt, mert ez azért tényleg brutálisan nézni. A legnagyobb köcsög adta. Nem úgy. Tessék, jó egészségedre. Meg is lesz, na menj tovább. Na menj már, lekésed a játékot. Mi is megmutassuk nektek, hogy hogy áll a jelenlegi játék. Gyerünk! Be van kapcsolva minden, be. Be. Spontán vlogokra a legjobb enni, úgy egyébként, tehát most én úgy vagyok vele. Jaj, várjatok ott. Elment. Ja, indít, játék van amúgy, mi csak úgy beavatkoztunk. Ja, már van egy csomó percünk. Tehát így párba jártok? Na. Ha, simán. Elcsinálunk egy videót, hogy csinálj egy ezért. Köszönjük.
Na, mentünk, megnézzük a lányokat. Visszakérem csak a cigaretet. Megnyugodta. Igazából én a vlogot általában automatán tolom, hogy ne kelljen mindig a rekeszen meg a izén állítgatni. És így, most így jött Árfi és beállította. Reméljük jó lesz. Most ha visszanézem is, ez minden anyag véletlenül romlik. És nem ez a vlog, akkor a te hibád. Ezt jól csinálta. Jó, amúgy jó a tetkód. Neki. Nem neked. Na bocsi, mit írod? Kill you? Kill you. Most tovább csinálta. Csak kell még a le. Akkor elkezdünk ki komolyabban vlogolni. Tényleg nem csináltunk semmit. Semmit tegnap este vlogolt, úgy értve. De majd ma megtoljuk így. Ja, mert dolgoztunk egyébként. Estét megtoljuk vloggal. Hogy ilyen content holnapra legyen, mire ennem. Ez a harmadszorra mondod, ahogy elkezdtem már ki. Szóval ma este filmvetítés lesz, és most mentem meg a bulit egy HDMI kábellal. Most ebben a vlogban akkor hány lány lesz benne? Mert a múlt körülben csak a Dórika volt. Mi érdekeset mondok én itt? Én úgy gondoltam... Ines a visszatérő sztár vendég a vlogban. Fini? Ja, Tini Nyaklánc? Péter, gondolj, hogy még fiatalítja. De tényleg mind a kettőnek Tini Nyaklánc van. Hát igen, kislánynak, nézd milyen van. Hát úristen milyen van. Hát úristen milyen van. Szabad Egyetemnek nincs arca. Mert a Szabad Egyetem az rólunk, a közösségről szól. Úristen. Jó megfogalmazta, tudtad, hogy benne lesz a vlogban. Hát figyelj, fél órája beszéltünk erről, most mit játsszuk az agyunkat? Az új Snapchat barátnőm.